Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Idén is várják az érettségizett diákokat. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum versenyképes szakmai tudást biztosít. Bosinski Mór Múzeum. Tervek között szerepel, hogy jövőre újra látható lesz a mamut. Sport és egészséges életmód. A Szekszárdi Sportközpont nyári tábora. Bólyakeresés. Elindították a Mozdulj Bonyhád nyári programsorozatot. Szerda este 8 órakor hirdették ki az idei felvételi ponthatárokat. A jelentkező diákok közül több mint 90 ezer hallgatót vettek fel felsőoktatási intézményekbe. Akik nem jutottak be, azok számára jó választás lehet a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum valamely intézménye, melyek idén is piacképes szakmai oktatást kínálnak. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum intézményeiben számos olyan képzés megtalálható, melyek kifejezetten érettségére épülő technikus képzések. Elsődlegesen azért nagyon jó, hiszen egy nagyon komoly szakmát ad a technikum. Ezzel is, aki ezt megszerzi, sokkal több lesz mindenféle szempontból. A másik oldalon pedig, ha továbbra is továbbtanulási szándéka megmarad, akkor az egyetemi továbbtanulás irányába ez egy nagyon komoly belépő tud lenni, hiszen nem véletlenül mondjuk azt, hogy a technikus képzés az a mérnök képzés előszobája, hiszen a pontszámításnál azok a tanulók, akik már technikumi bizonyítvánnyal rendelkeznek, nagyon komoly előnyben vannak. A két éves képzések alatt a diákok egyfél évet töltenek el az iskolában, ezt követően duális formában a szakképzési centrum partnereinél van lehetőségük elsajátítani választott szakmájuk fortéjait. Ennek óriási előnye van. Az egyik óriási előnye az, hogy amíg itt vannak benn nálunk, addig ösztöndíjat kapnak, ezt követően pedig duális szakképzési munkabért kapnak. Konkrét vállalati körülmények között, valós körülmények között tanulnak, ami nagyon-nagyon sokat segít egyrészt a tudásszintjüknek a gyakorlatiasságában, másrészt pedig abban is nagyon sokat segít, hogy olyan valós vállalati tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket később akár a felsőoktatásban tanulmányaik során, ha tovább mennek, akár a munkavégzés során is nagyon jól tudnak hasznosítani. Egy jó szakma manapság már kifejezetten piacképesnek számít. Egyre jelentősebb bérnövekmények vannak, és azt is látom, hogy egyre inkább és folyamatosan nagyon nagy a kereslet a jó szakemberek iránt. Mindenféle módon azt kell mondjam, hogy nagyon erős a kereslet, nagyon sokan keresik, nagyon sok cég várja a munkavállalókat, keresi a jól felkészült fiatalokat, akik adott esetben nyelveket tudnak beszélni, vagy nyelvet beszélnek, jó érzékkel rendelkeznek, van már egy minimális vállalati tapasztalatuk, amit akár ugye az oktatás során is meg tudnak szerezni. A centrum Tolna Vármegyében széles skálán műszaki, építőipari, informatikai, kereskedelmi és szépészeti szakterületen is biztosít képzéseket az érdeklődők számára. A Szekszárdi Bosinski Mór Múzeum jelképe is lehetne az a mamut csontváz, amely évtizedeken keresztül volt fő attrakciója az intézménynek. A tervek szerint jövőre újra méltó helyére kerülhet a régészeti lelet. Odor Jánost, a Bosinski Mór Múzeum igazgatóját kérdeztük arról, hogy miért nem látható a kis ormányos a megszokott helyén. Sokan keresik mostanság, mert hogy a tavalyi esztendőben másfél évvel ezelőtt lebontott régészeti állandó kiállításunk egyik fő kiállítási eleme volt az a mamut bébi csontváz, ami Dunaföldváron került elő az 1930-as években, kultúrtörténeti jelentősége is van. Nem régész tárta fel, viszont aki kiásta, a dunaföldvári kántortanító, a Sárdi János volt, aki később operett színészként és filmszínészként nagyon nagy karriert futott be. Mindenesetre az ő körültekintő munkájának köszönhetően került be a Szekszárdi Múzeumba Dunaföldvárról az a mamut csontváz, ami egy fiatal mamutnak a maradványai voltak, és ebből a szempontból mindenképpen országosan is figyelmet érdemelt, már abban az időben is, és hát manapság sem gyakori, hogy egy közel teljes mamut csontvázat találtak volna. A múzeum példánya viszonylag kicsi, mert az egy fiatal állat maradványa.
már a 60-as években régészeti állandó kiállításon is szerepeltek ezek a csontok, majd ezt követően a 70-es évektől a közelmúltban lebontott régészeti állandó kiállításnak volt egy ilyen fő látványeleme, amit a Magyar Géniusz Program épületfelújítása miatt le kellett bontsunk. Amúgy is ez a kiállítás már nagyon régi volt, tehát abból a szempontból nagyon kevés interaktív elemet tartalmazott, és az volt és továbbra is az a tervünk, hogy ezt a mamutot, mivel a gyerekek számára is, illetve a látogatók számára is egy nagyon érdekes dolog, minél előbb azért megpróbáljuk visszaállítani. Hát most jelen pillanatban a mamutnak az egykori helyen a Gemenc 50 kerékpártörténeti kiállításunk foglal helyet, de elképzelhető, ahol most vagyunk itt a folyosónak a túlsó végén állítjuk be, remélhetőleg jövőre erre sor tud keríteni, de ez pályázati forrást is kell, hogy találjunk. Az ormányos nem első képviselői a kora pliocén korszakban feltehetően 5 millió évvel ezelőtt jelentek meg. Az utolsók pedig körülbelül 4000 évvel ezelőtt haltak ki. Ezek az egyedek a kőkorszak emberének kortársai voltak. Ezer 25. januárjától megszűnik a Volán busz, és teljesen beolvad a MÁV-ba. A MÁV Volán csoport felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorló építési és közlekedési miniszter hivatalosan is elrendelte a két állami tulajdonú személyszállító nagyvállalat, a MÁV Start ZRT és a Volán Busz ZRT egyesülését, írta a magyarbusz.info. Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott: a hatékony és fenntartható működéshez egyetlen nagy, integrált nemzeti közlekedési vállalatra van szükség, ami a Magyar Vasút Társaság bázisán épül fel. Egységes tarifarendszer és menetrend, kisebb, de hatékonyabb vezetés, a felesleges párhuzamosságok fenntartása helyett összehangolt közlekedési szolgáltatások. A képviselő testület döntése alapján elkészült az urnafal a bátaszéki temetőben, amelyet műszakilag is átvettek az elmúlt napokban. Adta hírül Bozsolik Róbert, a város polgármestere közösségi média oldalán. Görcs Péter restaurátor munkájának köszönhetően kijavították és felújították a Nagykereszten lévő Jézus szobrot. A városvezető köszönetét fejezte ki a munkálatokért. A szekszárdi járási ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy 50 éves férfi ellen. A vádlót idén júniusban személygépkocsival ittas állapotban Szekszárd egyik lakótelepi részén közlekedett. Stopptáblánál megállás nélkül behajtott egy lejtős útkereszteződésbe, ahol nekiütközött egy szabályosan közlekedő autónak. A baleset során személysérülés nem történt. A járási ügyészség a korábban már több alkalommal elítélt és számos közlekedési szabálysértést is elkövető férfivel szemben közérdekű munka és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza a Szekszárdi járásbíróságnál. Extrém sportbemutatót is láttak a Szekszárdi Sportközpont táborozói, akiknek számtalan izgalmas, színes programmal készültek a nyárra. A több hetes esemény célja a gyermekek egészséges életmódra nevelése. Szakács László arra biztatja a gyerekeket, hogy minél több sportágat kipróbáljanak, élményeket szerezzenek és szeressék a testmozgást. A délelőtteink azok sportággal telnek legfőbb kép, és délután pedig az élményfürdőjünk strandolni. Ott már ugye a levezetés zajlik itt a délelőtti sportok után. Értem én itt a sportok alatt a focizunk ugye az UFC-nél, akkor kosárlabdázunk a KSC-sekkel, kipróbáltják a kézilabdát a fekete gólyákkal, emellett teniszezünk, akkor itt az extrém sportozunk a Koszorú Csabékkal, és még röplabdázunk is. Ugye minden nap van egy sportunk, és utána pedig van egy ilyen könnyedebb sport a délelőtt, itt pedig dárcozunk, pingpongozunk, van e-sportunk is, és a sakkot is ki tudják próbálni. A legfőbb célunk az volt, hogy professzionális körülmények között ki tudják próbálni ezt a gyerekek. 6 héten keresztül zajlik az idei nyáron a tábor, egészen augusztus 9-éig. Elég jól megterítődött az összes tábornok, ilyen 30 fő, 30-20, és most van, vagyunk a legkevesebb, most 18 fővel, de a jövő heti táborunkban már ilyen 30 fő lesz, és az augusztus 5-től 9-ig
lévő tábornok és 30 főt várunk, majd gyerkőcöt. Az extrém sport szakosztály tartott bemutatót a sportcsarnok melletti pályán a kicsiknek. A látványos nem mindennapi mozgásforma egyre nagyobb teret hódít szerte a világon. Aki pedig eléggé kitartó, az manapság már BMX-el vagy gördeszkával akár az olimpiáig is eljuthat. Hiszen tudjuk, hogy a sport az szerves része ugye az egészségnek, úgyhogy tulajdonképpen a lényeg, hogy sportoljanak, ha mi ebbe tudunk segíteni, akkor nagyon szívesen ezért vagyunk itt, hogy a srácok is tudják használni az eszközeinket, kiraktunk nekik BMX-et, ugye mountain bike-ot, rollert és gördeszkát, és most azt egy 3-4 órán keresztül ezt fogják művelni, hogy fölmennek az elemekre, nyilván a kisebbekre, ha nagyobbakra szeretnének, akkor segítünk, támogatjuk őket, ha valamit ki akarnak próbálni, ami számukra még eddig ismeretlen volt, itt az eszközökkel kapcsolatosan, akkor segítünk nekik. Tehát próbáljuk őket egy picit közelebb vinni ezekhez a sportágakhoz, és hogyha későbbiekben szeretnének valamelyik ággal foglalkozni, akkor ide jöhetnek, és itt egy ilyen családi közösség várja őket. A Szekszárdi Sportközpont közösségi oldalán megtalálható a tábor következő turnusának plakátja további információkkal. Aki szeretné, még be tudja iratni gyermekét. Két arany és egy bronzéremmel zárta a magyar csapat a poznani maratoni kajakkenú Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapját. A Paksi Atomerőmű SS sportolója Kiszli Vanda címvédőként megnyerte a női K1-et rövidkörön, ezzel 8. alkalommal lett a földrész legjobbja, a számot sorozatban 3. alkalommal nyerte meg. A kajakos rajtól vezetve uralta a mezőnyt, hiba nélkül versenyzett és 19 másodperccel előzte meg a második Krisztina Bedecset. Az Atomerőmű SS klasszisa a hétvégén egyes és páros 26 kilométeren is indul. Jövő hétre a parlagfű pollen koncentrációja országos viszonylatban is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések szerint idén erős szezonra lehet számítani. A mostani száraz időszakban az eddig folyamatosnak mondható parlagfűkelés jelentősen visszaesett, az aktuális időjárás azonban kedvez a tömeges virágzás korábbi megindulásának. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a parlagfű pollen szemei már több helyen megjelentek a levegőben. Kezdődik az őzek nász időszaka, amikor az állatok sokkal aktívabbak és figyelmetlenebbek, így az autósok számára is nagyobb kockázatot jelentenek. Ebben az időszakban a nap bármely szakában találkozhatnak a közlekedők az állatokkal az utakon, akár a lakott területek közvetlen közelében is. Jellemzően nagy sebességgel ugranak a jármű elé, így a szokásosnál is nehezebb elkerülni a nem kívánt találkozást. A Dobogó Egyesület elindította a Mozdulj Bonyhád nyári programsorozatát. Ennek része volt a bólyakeresés is, amelyet a bonyhádi ifjúsági parkban rendeztek meg. Olyan sárga-fehér bólyákat kell keresni, ami ott van, fölakasztva. Szúróbélyegzővel kell majd a menetkartonba jelölni. Kettő dolgot fogtok kapni, egy térképet és egy menetparton. A cél az volt, hogy a gyerekek és a fiatalok körében népszerűsítsék a mozgást, valamint a stratégiai feladatok megoldásának elsajátítását. Bischoff Tamás, az Egyesület túravezetője számolt be a programsorozatról. A bólyakereső játékot már évek óta megrendezzük itt a Bonyhádi Ifjúsági Parkban. Az Ifjúsági Park területén tájfutó bólyákat szortunk el, és térkép segítségével kell a játékos kedvű felnőtteknek, gyerekeknek megtalálni ezeket a bólyákat. A szervezők logikai és szórakoztató játékokkal, feladatokkal is készültek. Itt ebben a délutánban nem csak ilyen bólyakereső pályát állítunk föl, egyébként egy könnyebb pályát az óvodásoknak, ez az icinke-picinke pálya. A másik a nagyobb pálya, ami a parknak az egész területére kiterjed, az pedig a nagyobbaknak a szajkó-kószáló pálya. De ezen túlmenően még ügyességi együttműködést igénylő játékokat is kihelyezünk, ilyen mint slackline, vagy deszkatalp, vagy négyszeres pecabot, vagy vakfolyosó, amit mindenki kipróbálhat kedvére, és egy ilyen szabad, laza délutánt eltölthet itt az ifjúsági parkban. Palkó Panna már nem először vesz részt a rendezvényen. Én nagyon szeretem, itt csapatban versenyzünk, ugye, vagy hát versenyzünk, élményeket szerzünk, a tudásunkat is tudjuk fejleszteni, térképet olvasni,
és nagyon sok élményt lehet szerezni. Elmondta, az összefogás, az egymással való közös munka fontos része a játéknak. Szerintem ez az egyik legjobban, ez építi nagyon a csapatot, és itt nagyon össze kell dolgozni, és figyelni mindenkire. A mozdóbonyhád akció része a pontgyűjtés, amellyel a résztvevők iskolákat, óvodákat és más intézményeket tudnak támogatni. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Drónozni tanulnak a szünidős gyerekek. A természettudományos tábor adja a lehetőséget az ismeretekre. Hajléktalanok a kánikulában. Tapasztalatok az elmúlt hetek hősége után a hajléktalan ellátásban. Sportlabor. Állapotfelmérésre várták az érdeklődőket a Balatonszárszói strandon. Drónozni tanulnak a szünidős gyerekek Pécsen. A természettudományos kaland napköziben ismerkednek az alapokkal. Már egészen kisiskolások is elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyek más területen is fejlesztik a képességeiket, ügyességüket. A napköziben a planetáriumba is ellátogatnak, és izgalmas kísérletekben is részt vehetnek a zsolnai kulturális negyedben. Ezek a szünidejüket a természettudományos napköziben töltő gyerekek most éppen a drónkezelés alapjait tanulják Gyenizse Pétertől. Kis tabletjeiken a legfontosabb műveleteket sajátítják el ahhoz, hogy a napjainkban igen népszerű drónokat mozgásba hozzák, mondja a foglalkozás vezetője Gyenizse Péter csillagász, a PTTTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének egyetemi docense. Az elmúlt egy-két évben kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha egy űrhajót szimulálva, ők ilyen kis pici benti játék drónokkal egyik bolygóról a másikra elrepülnének, és ez lesz most majd a következő foglalkozás, hiszen a planetáriumban tanulnak a napról, tanulnak a bolygókról, a holdakról, és akkor most ők is eljátszhatják azt, hogy jó, nyilván nem egy igazi űrhajóval, de egy ilyen kis picike telló drónnal fölemelkednek egyik helyről a másikra. Elvezetik, közben a kamera képét látják ugye a telefonon vagy a tableten, és egészen jól átélik, akkor egy ilyen űrpilótának voltak éppen a feladatait, és megtanulják azt is egyébként, hogy hogy kell irányítani ezt a szerkezetet, hogy ez nem olyan, mint egy autó, hogy csak előre tud menni, vagy esetleg hátra, és csak kicsit kormányzunk, hanem ez voltak éppen minden irányba tud menni, ugyanúgy, mint egy űrhajó, tehát mondjuk persze kicsit korlátozottabban, de azért ezt is megtanulják. A természettudományos táborban részben fizikusok kísérleteket mutatnak be a szünidős gyerekeknek. Másrészt csillagászattal is foglalkoznak, mely tudományággal a planetáriumban ismerkedhetnek meg a táborozók. Ez Gyenizse Péter és a Földrajzi Intézetben dolgozó kollégáinak a feladata. Most azonban a drónokkal való ismerkedés a feladat. Itt nekünk a táborunk az alapvetően általános iskolásoknak, ott is, ha jól emlékszem, mert kolléganők szervezték, ott az elsőtől hatodik osztályig tart, de egyébként senkinek nincs vele problémája, már az elsősök is, ahogy tetszett mondani, már a digitális korszakban nőttek föl, tehát nem okoz nekik problémát az, hogy netalántán egy eszközön húzogassák így az ujjukat és az érintőképernyőt használják, vagy éppen a Lego marsjáró vezérléséhez kis ikonokat tegyenek jobbra-balra, mert ott át kell gondolni, hogy egyébként a tellódrónokat is lehetne egy irányítani, de mi most ezt nem így csináljuk. Tehát ott ilyen kis ikonokkal kell vezérelni, hogy mennyit fordulj jobbra, mennyit fordulj balra, mennyit menjél előre, és akkor nagyon hamar ráéreznek erre, sokkal jobban, mint a felnőttek egyébként. A drónröptetés a mai gyerekeknek egyáltalán nem nehéz feladat, játékos formában pedig kifejezetten élvezetes időtöltés, hiszen nem csak játszanak és jól telik vele az idő, hanem ezáltal számos képességük, ügyességük fejlődik észrevétlenül. A tábort a Zsolnai Kulturális Negyedben rendezték meg. A különleges időjárási viszonyok miatt a Vörös Kód kiadását követően a hajléktalan emberek védelmében érdeklődtünk. Most az eltelt forró hetek után pedig annak jártunk utána, vajon hogyan vészelték át a támasz alapítvány ellátottjai a nehéz időszakot. Mennyi plusz segítséget kaptak, voltak-e rosszul létek és azokon hogyan segítettek? A hajléktalan embert nem csak a téli hideg érintheti tragikusan, de a nyári kánikulai hőség is. Az idei nyáron ebből nincs hiány. A Vörös Kódot júliusban kétszer is kiadták, jelenleg visszavonva. A Pécsi Támasz Alapítvány integrált vezetője az eddigi tapasztalatokról számolt be, többek között arról, hogyan vészelték át a hőséget ellátottjaik. Kollégáink nagyon igyekeztek odafigyelni a kliensekre. Az utcai szolgálat az a Vörös Kód lefújása után is folyamatosan vitte ki a vizet azokra a területekre, ahol hajléktalanok élnek, és szerencsére nem volt egyetlen olyan eset sem,
amikor mentőt kellett volna hívni valakire, amennyiben viszont úgy látták jónak, vagy az ellátottunk kérte, akkor bevittük a nappali melegedőnkbe, ott tudott orvossal konzultálni, esetlegesen segítséget kérni, lefürödni, és egy kicsit megpihenni a hőségben. Az étkezés, innivaló fogyasztása is megváltozik az embernek a nagy melegben. Meghatározott kalóriatartalmú ételeket adunk minden esetben az ellátottainknak, nyilván amennyiben ilyen időben kevesebbet kérnek, akkor arra is van lehetőség, hogy akkor kisebb adagokkal tudjuk őket támogatni. A Támasz Alapítvány ellátottjai szeretnek kint a szabadban lenni egész nap, télen is, nyáron is, sőt van, hogy az éjszakát is szívesen kint töltik. Azonban akár a hidegben, akár a rekkentő hőségben állapotuk rosszra fordul, akkor bekívánkoznak az alapítvány biztonságos szállásaira, éjjeli menedékhelyére, mondja Fonyó József. Döntően, hogyha a fizikai állapotuk rosszabbodik, akkor igénylik inkább a bentlétet. Ez igaz az éjjeli menedékhelyek és a nappali melegedőkre is. Természetesen a nappali melegedő az egy olyan ellátás, hogy reggel be lehet menni, meg lehet fürödni, ki lehet mosatni a ruhákat, és akkor ez segítséget nyújt a mindennapokban, de ilyenkor nyáron valóban inkább az emberek elhúzódnak azokra a helyekre, ahol árnyékot találnak, és olyan parkokba vagy olyan helyeken, ahol meg tudják húzni magukat a hőség elől. A hajléktalan ember épp úgy küzdhet szív-érrendszeri keringési problémával. A hőség miatt volt rá példa, hogy rosszul lett valaki. Ezek mindig előfordulnak, és a bentlakásos intézményeinkben azért ez a hőség ugyanúgy érzékelhető volt, és azért ott is előfordultak, hogy segítségre volt szükség. A gyümölcs-zöldség fogyasztás terén elég sajátságos a helyzetük. Az alapítványnál az ételekbe beleteszik, illetve hozzáadják az étkezésekhez a gyümölcsöt is, azonban az ellátottak részéről erre kevésbé van igény, kismértékben fogyasszák csak, teszi hozzá Fonyó József. Testösszetétel, általános egészségi állapot és artériás életkorméréssel is várták az érdeklődőket a Balaton-Szárszói községi strandon. A Mozdulnék Sportlabor 2023-ban indult. Idén 220 sporteseményre és programokra látogatnak el a szakemberek. A vizsgálatok ingyenesek, azokat bárki kérheti. Az a lényeg, hogy egyenes karral tartsa, és egy kicsit el a törzsétől, hogy ne érjen a karja a törzséhez. Ott jelezni fogja az ábrán, hogy nagyjából hogy kellene beállni. Az InBody készülék képes megmérni testünk izom, zsír és víztartalmát is. Mindezt néhány perces vizsgálattal. Ezt is kipróbálhatták az érdeklődők Balatonszárszón, a Mozdulnék Sportlabor szakemberei segítségével. Itt testösszetételmérést csinálunk, általános erőléti állapotot mérünk, artériás életkort mérünk, amellyel az erekről kapunk információkat, a gyerekek számára is készülünk. Rájuk egy gyereklabor nevű mérési csomagot készítettünk, de azt tudjuk megjósolni, hogy ők mikor érik el a pubertáskornak a várható kezdetét, és gyakorlatilag mikor jön el a csúcsnövekedési sebességük. Egyéb mérések is vannak, tüdőkapacitást tudunk nézni, gerincet tudunk vizsgálni, tehát egy nagyon komplex szolgáltatási csomaggal állunk föl. A Mozdulnék Sportlabort az Aktív Magyarország Államtitkársága támogatja. A program 2023-ban indult. Idén 220 sporteseményre és más programra látogatnak el a szakemberek. A programnak a célja az főként nem az, hogy beteg embereket szűrjünk ki, hanem az, hogy sportos vagy sportolni vágyó embereket segítsünk abban, hogy újra visszataláljanak az egészséges életmódhoz, a fizikai aktivitáshoz a mindennapok tekintetében, és nekik olyan javaslatokat, olyan tanácsadást biztosítsunk, amely a teljesítményüket és az egészségüket tudják növelni a mindennapok során. Hazánkban egyre többen választják a rendszeres mozgást és az egészségesebb életmódot, de még mindig sokan vannak azok, akik kevésbé figyelnek oda az egészségükre. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Idén is várják az érettségizett diákokat. A Tolna vármegyei szakképzési centrum versenyképes szakmai tudást biztosít. Vosinszky Mór Múzeum. Tervek között szerepel, hogy jövőre újra látható lesz a mamut. Sport és egészséges életmód. A Szekszárdi Sportközpont nyári tábora. Bólyakeresés. Elindították a Mozdulj Bonyhád nyári programsorozatot.
Szombaton további melegedéssel számolhatunk, visszatér az országos hőség. Délen és nyugaton 33-36 fok körüli értékek a valószínűbbek. Szikrázon napsütéses, száraz, jellemzően szélcsendes napunk lesz. A Nyugat-Dunántúlon élénkülhet fel a déli szél. Vasárnap napközben elérheti hazánkat nyugat felől egy hideg front. Továbbra is az látszik valószínűbbnek, hogy a front előtt az ország döntő részén napsütéses időben tovább fokozódik a hőség. 33-38 fok köré emelkedhet a hőmérséklet. Hétfőre front mögötti derült és országszerte visszatérő nyaraló időre számíthatunk mérsékelt, néha kissé élénk északias széllel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!